Szeretettel köszöntünk mindenkit a názáreti Jézus Krisztus nevében. Hiszük, hogy Istennek áldása meg fog nyugodni itt ma ezen a helyen. Ha hiszed, akkor mondjad, hogy ámen. Nagyon kevesen hittetek. Na még egyszer, aki hiszi, az mondja, hogy ámen. Na ez már így valamivel jobb, de még nem a legjobb, de valamivel jobb. Én azt kívánom a te életedre, hogy Isten áldjon meg tégedet. Azt kívánom a te életedre, hogy Isten gazdagsága nyugodjon meg a te házadon. Isten töltse be a kamrádat, töltse be a szívedet, mert ez nagyon fontos dolog. Isten adjon a mindennapiból, hogy legyen bőségesen, hogy mások is tudjál adni. Amen. Isten tartsa távol a drogokat, a kurvaságot, a hazugságot. Tartsa távol az ördögnek a munkáját a házadtól. És Isten a mennyországnak a csodálatos áldásait árasszon te házadra. Ez az én kívánságom teljes szívemből a tuzséri emberek számára. Ez jó, hallatszik? Na hidd el nekem, hogy én ezt így is gondolom. Hidd el, hogy nem kamu téma, amiről beszélek. Mert nem azért mondom, mert jól hangzik, hanem ezt én így mondom már, amióta ide járok. Már van már vagy egy pár éve, nem tudom mennyi, de az úr tudja, hogy hány éve. Jobban tudja Tibi meg... Három és fél éve, mondja a testé. Jobban tudják, mint én. Jó, kedves gyülekezet, ma, mint ahogy mondottam, ünnepünk van azért, mert bemerítkező testvéreinkkel állunk szemben, Isten jelenlétében vagyunk. Deli Vilmos testvérünket köszönjük nagyon sok szeretettel, ő az, aki fogja, így van, megtapsoljuk a benne lakozó Krisztus dicsőség. Isten, Isten áldja meg őtet, és kenje fel, és ugye nem húzom, nem hallogatom, mert már nagyon-nagyon el tudom, de azt gondolom, hogy minden a javunkra van. Úgyhogy megkérjük szépen Deli Vilmos testét, hogy a továbbiakban szolgálja felénk az Istennek az igéjét. Ha megnyitod a szívedet, akkor Isten fog hozni dolgokat. Hogy kinéztem így baloldalra, amikor megérkeztünk Tuzsérre, a gyerekek látták, jé, a sárga kocsi, szaladtak a kocsi után. Arra gondoltam mi is, hogy annak idején egy száraz gitárral indultunk el, meg kértünk hangszereket kölcsön. Most meg hála jó Istennek, hogy annyi van, hogy nem bírja el az ára. Úgyhogy legyél te is az Úrnak a gyermeke, szolgálja, és akkor meg fogod látni. Gyere nyugodtan ide fel. Jó? Nem jobb itten? Gyere ide fel, szerintem itt nagyon jó, itt szuper lehet látni, jó? Halleluja! Így van, már is ide jön, nézd csak ide, és akkor innen. Oké? Okay? Minden van, halleluja, minden van, halleluja! Deli Vilmosról annyit szeretnénk nektek elmondani, hogy mindjárt idestóval 20 éve ismerjük egymást, jól mondom? Kb. 20 éve ismerjük egymást. Ugyanazzal a tűzzel, ugyanazzal a vehemenciával hirdeti az Istennek az igét, mint amikor ezelőtt 20 évvel megismertem, azért most már fiatal. Ő olyan 15 éves mostan, nem? Meg plusz 50, vagy mennyi? 65 éves, nem szégyelni, miért szégyelni? Az Úrban mindig fiatal. A lényeg a következő. Ugyanazzal a lelkülettel megy tovább, nem kétszínű. Szereti a cigányokat és az Isten népét. És mi ezt romák nagyon jól érzékeljük, mert ugye mindenütt meg vagyunk vetve, mindenütt hátrányos helyzetben vagyunk. Az egyedüli egy dolog, amely felhoz minket a nullára, az a hit. Krisztus az, ami felhozza az embereket a mínusz 50-ből a nullára, és ezért Deli Vilmos nagyon sokat harcol, hogy azok, akik el vannak nyomva, azokat emelje fel az Isten. Úgyhogy ilyen szemszögből, ne abból a szemszögből, hogy na jönnek a kétszínű hívők, ne ebből a szemszögből, jó? Mi jönnek a nagy gazdag hívők? Annak idején annyit csóróskodtunk, meg annyit sajnálkoztak, mi szegények, ja, na figyelj, na most inkább irigyek, hát legyenek irigyek, ha nem jobb így. Ámen, fogadjátok.